A Magyar Kultúra napjáról a Kodály Zoltán alapiskolában is megemlékeztek, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a magyar öntudatra való nevelésre. Az oktatási intézmény a Magyar Kultúra napján ezért évek óta bekapcsolódik az Együtt Szavala Nemzet programba. Öröm számunkra, hogy a iskola pedagógusa Simon Anikó veszi át a központi rendezvény helyszínén Szarvason azt a díjat, amit tavaly hirdettek meg a Magyar Kultúra napja alkalmából, aminek a neve az, hogy kreatív irodalmi alkotás, és iskolánk is készített egy kis filmet. Itt a gyerekek versben mutatják be a szülővárosukat, és nagy megtiszteltetés és nagy siker ez az iskolának, hogy ennek a pályázatnak a külön díját mi kaptuk. A magyar kultúrát gazdag programmal, verssel, nótával, tánccal megünnepelték a Városi Művelődési Központban is. Idén először egy költő, Hodosi Gyula is felolvasta saját versét. Valamikor 10 éves voltam, amikor egy olyan kultúra ápoló, kultúra szerető közösségbe keveredtem, akiktől megtanultam azt, hogy minden lehető módon meg kell tudni tartani a kultúránkat, és azért kezdtem el még annak idején ugye klubmozgalmakat szervezni. A mai rendezvény is azt bizonyította, hogy itt Dunaszerdahelyen nagyon sok tehetség van, és a dunaszerdahelyi ember nagyon büszke lehet arra, hogy nem csak örökül kapott egy nagyon gazdag kultúr hagyományt és kultúrát, hanem vannak olyan emberek, olyan kortárs alkotók, akik ezt tovább is viszik. A fellépők között volt Kollár Katalin is, aki évek óta ápolja és terjeszti a magyar kultúrát a magyar nóták és operettek éneklésével. Nem csak a munkámban, hanem tényleg a szabadidőmet is kitölti a magyar kultúra ápolása. Munkámban a gyerekeknek is próbálom a kötelező tananyag mellett természetesen átadni azt, hogy magyar zenét, magyar szerzőktől hallgassák ezeket a zenéket. És szabadidőmben is, mivel mint előadó is főként a magyar nótát, magyar nyelvű operetteket énekelem, örülök neki, hogy magyarul énekelhetek. A Magyar Kultúra napján minden évben fellépési lehetőséget kapnak a legkisebbek is. Idén a Komenszky utcai óvodások. A szervezők célja ezzel, hogy a gyerekek már kiskorban megismerjék a magyar kultúrát. A magyar gyökerek és kultúra megőrzésének fontosságát a Szabó László alpolgármester is hangsúlyozta, aki elmondta, ha a felvidéki magyarok feladják kultúrájukat, akkor nemzethalál vár rájuk. Számunkra fontos, hogy a Csallóközi, a dunaszerdahelyi magyar ember is megemlékezzen, megünnepelje a Magyar Kultúra napját, hiszen a himnuszunkat, nemzeti imádságunkat mindenki ismeri. Ez az, ami összeköt bennünket, ez az, ami egységessé tud tenni bennünket. Én úgy gondolom, hogy a mindennapokban is hely tudunk állni, ki a maga munkahelyén, akár az óvodában, az óvónők, az iskolában, a tanárok, de a különböző munkahelyeken is, akár azzal is, ha magyarul gondolkodunk, magyar szívvel érzünk, magyar újságot olvasunk, magyar könyvet olvasunk, vagy magyar verset szavalunk. Ez mind-mind a mi identitásunkat, a mi magyarságunkat őrzi. Az idei rendezvényen Hájó Zoltán polgármester átadta a Városi Bál tombola díjából befolyt összeget. A 2600 eurót egyenlő arányban két táncműhely, a Dunaág és a Csallóközi vezetője vehette át, akik a pénzadományt stílszerűen a magyar kultúra ápolására fordítják.